Első alkalommal az Aranybulla könyvtárban mutatták be a Tartozunk ünnepelni, az Aranybulla székesfehérvári emlékezete című könyvet, és most pedig a Vörös Marti Mihály könyvtár Budai úti tagkönyvtárában is megismerkedtettek az íróval és könyvével az olvasók. A pénteki alkalmon Csiszárné Mahler Mónika, a könyvet kiadó Aranybulla könyvtár igazgatója is részt vett, aki elmondta, amikor Magony Imre megkereste az Aranybulla könyvtár alapítványt a könyv kiadásával, egy percig sem volt kérdés, hogy eleget tesznek-e a kérésének. Először is el kell mondani és köszönetet mondani Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatának, Cserpalkovics András polgármester úrnak és Lerner Zsolt alpolgármester úrnak, hogy odaálltak a kiadás mellé, és anyagilag is támogatták ezt a folyamatot. Az író elárulta, azért is kezdett el foglalkozni a témával, mivel eddig senki nem foglalta össze az Aranybulla történéseit, és a 800 éves évfordulón az országos ünnepség is elmaradt a Covid-járvány és a háború okozta gazdasági válság miatt. Ezért úgy érezte, neki meg kell emlékezni a jubileum apropóján a magyar történelem egyik legjelentősebb eseményéről, és ez külön öröm, hogy mind a könyvtár részéről, mind a város részéről hatalmas támogatást kapott. Egy évig gyűjtöttem az anyagot, és egy évig tartott a nyomdai előkészítés, a szponzorok keresése, és hát az a része, ami a dolgnak már a fizikális megvalósítása, tehát a kézlet után, gyakorlatilag mutatom, hogy 2 év betellett, mire elkészült. Magony Imrének immár a 14. könyve a mostani, az évek alatt írt már a város szobrairól, Varkocs kapitányról, a nemzetőrökről, most pedig az 1202-ben Székesfehérváron II. András király által kiadott Aranybullához kötődve adták ki kötetét. A Tartozunk ünnepelni az Aranybulla székesfehérvári emlékezete című könyvét a Vörös Marti Mihály könyvtár Budai úti tagkönyvtárában és az Aranybulla könyvtárban is megtalálják a téma iránt érdeklődők.